Na, sziasztok, itt mindenkinek szokásos bejelentkező szöveg. Gyönyörű szép napunk van, 18 fokat ír az autó. Kis családdal megindultunk fel Budapestre. Hát a tervünkben van a mai nap folyamán. Első körben ugye felérünk, elmegyünk az Arena Plázába. Ott veszünk, én jó magam rizst fogok enni, valamilyen fajta csirkehússal, vagy nem tudom még mivel, vagy bombával. A család többi tagja, ugye Ármin ugye allergiás, amennyiben van olyan kaja, amit ő ehet, ez a csirkefalatkák, azt tehet, hogy tej, tojás és szója allergiás. Utána felugrunk a sport részlegre, remélhetőleg találok magamnak valami frankó kis pólót, meg veszek még egy cipőt, mert olyan idegesítő ez a cipőt, megvettem, olyan bumszli óra van ennek a Nike cipőnek, nem volt nálunk Pakson a Deichmannban az a fajta, amit szerettem, ez ilyen kényszervásárlás volt, de most szeretnék venni egy ilyen, amit a kedvenc cipőmet a tetszésre is használok egy pillanat olyat. És utána étellel a zsebünkben lemegyünk és kimegyünk a Margit-sziget közelébe. Ott pedig lerakjuk az autót valahol a sziget közelébe, felpattanunk a rollerra, kimegyünk a szigetnek, élvezzük minden egyes adottságát, ledobjuk a kis plédünket és piknikezünk egyet a sziget közepén. Illetve megnézzük a kis állatkertet, ott minden ami van. Utána visszafele menet, megnézzük a parlamentet. Igazából arra visszazutunk, amerre rollernek van 30 km hatótávú, úgyhogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, és megyünk csavarunk a városba. Nézzétek tovább a kis videót, mutatom, hogy éppen merre járunk. Most jelenleg ugye még 43 km-re vagyunk Budapesttől, gyakorlatilag kvázi, nem tudom, egy jó 40 perc még biztos, még beérünk oda, ahova akarunk menni, és nézzétek a kis videót tovább, ha érdekel. És akkor érkezünk az Arena Plázába. Na, mindjárt lehúzlak, baszki! Nyomjak én is egyet, ebbe is van ám. Hallottátok ezt? Azt hittem, nincs ezt, figyeld. Mind a száz lóerő. Hallottátok ezt? Nék, hogy ez nem nyikkan meg. Csak a muszlágok tudnak megnyikkanni. Mi? A szöcske nem nyikkan meg. Csak a Mustang! Mit akartok ti? Mi van veled? Megyek! Ott van előttünk, mindjárt megfogom! Most megcsíplek, baszki! Na, mindjárt folytatás következik! Nézzétek tovább a kis megcsalád, megkentyi család kalandjait! Na, sziasztok, megérkeztünk a Arénába. És megkeresünk a boltot, megkeresünk egy borbét a csemetének, a kis megkentyűnek meg kéne nyírni a haját. Úgyhogy keresünk valami út. Arena Plaza Deichmann. Cipőválasztás. Mutasd, milyen cipőd. Hát olyan ismerős. Pont azért, mert egész véletlen ilyen van az apjának is. Megyünk tovább. Na, megyünk is tovább a Margit-szigetre. Hát megpróbálunk a Vixiáznál egy parkolót keresni, hát szokásos dugó van, Pesten még vasárnap is, másik oldalt semmi, itt viszont tele vagyunk. Úgyhogy egyébként éhes vagyok én is, szerintem már mindenki más, de haladunk tovább, ugye most van fél egy van igazából, úgyhogy megyünk. Na, ide is érkeztünk a Margit szigetre, úgyhogy piknikezéshez lepakolva, úgyhogy megy a piknik, kajázunk, körbe rollerozzuk az egész szigetet, és utána megyünk tovább rollerre, valószínűleg Városliget és így tovább. Kíváncsiak vagytok rá, tartsatok velem továbbra is. Kis állatsimogató a Margit-sziget közepén. Na, közben itt a Margit-szigeten egy atomfutás van. Egész véletlen Paks Asel, MVM, paksiak révén. Úgyhogy megyünk tovább. Na, a rollerra keresztül mentünk a Margit-szigeten, át az Árpád hídon, végig az egész Robert Károly körúton, és eljöttünk rollerra ide a Hősök terére. Hősök teréről pedig megyünk tovább a ligetbe, onnan vissza a körútra, és vissza a Vígszínházhoz, ahol van az autó. Kis megkenty. Na, mai túrázás véget ért, városi rollerozás szerintem, de meglátjuk, még a vasak benn vannak ebbe a hatalmas autóba. Úgyhogy kilövünk és elindulunk tovább, még a Szabolya parkot megnézzük, és meglátjuk, hogy alakul még a mai nap. Na,
na, el voltunk a Savoya Parkban, megnéztük, hát van abból a fajta cipőből, ebből a Nike-ből, amit én szeretek, mi ez, Runner, vagy a 5-ös széria, én 6-ost vettem, de ez nem tetszik, úgyhogy nincsen az 5-ösből, Savoya Parkban nem volt, úgyhogy most megyünk hazafele, és útközben még leugrunk a pályáról, beugrunk Dunaújvárosba, és megnézzük ott is a Sportfaktoriban, hogy van ez a fajta cipő, online lehet kapni, lehet rendelni, ha más nincs, akkor fogok online rendelni, de ezt az egy lehetőséget még megadom, hogy Újvárosban most megyünk, és leugrok még a pályáról, leugrunk ebbe a boltba is, hogy jövök tovább. Na, bent is voltunk Újvárosban a Sportfaktoriban, hát természetesen nem volt az a cipő, amit szerettem volna, a Runner 5-ös széria, így interneten lesz majd megrendelve, a fiam az gazdagodott egy újabb futballcipővel, jó járt a mai nap folyamán, illetve vettem én is pár pólót magamnak, az sikerült, de nagy vonalakban mai nap szerintem eredményesnek mondható, egész sokat csavarogtunk, ugye azt láthattátok az előző videókból. Visszatérve erre a kis rollerekre, tehát gyakorlatilag szinte egyenes placon használtuk a rollereket, ugye kimentünk vele a Vixi háztól egész a szigeten keresztül, a sziget másik felén át az Árpád hídig, majd ott végig az egész Róbert Károly körúton egészen le mentünk ugye a Városligetig, ott is a Városligetben ugye a Hősök terén, illetve a Városliget másik felénél is végig rolleroztunk, majd a Városligetből egészen be az Oktogonig, bementünk az Andrássy úton, majd az Andrássy úton egész a körúton ki ismételten a Vixiházig, és egyetlen egy vonal ment le a rollerekben. Tehát egyenes placon nagyon jó, iszonyatosan jól teljesítettek, ez egy ilyen durván, hát szerintem egy ilyen, hát nem tudom mennyi, egy ilyen 15 kilométer biztosan mentünk vele, meg még a szigeten is mentünk helybe. Pörögtünk inkább ilyen 20-at, de nagyon sok maradt benne, előbb untuk meg, mint hogy kirolleroztuk volna az akkumulátort a rollerokból, úgyhogy nagyon barók szerintem ezek a Xiaomi rollerek, illetve a Sigway 9-e voltak is. Úgyhogy ennyi volt a mai nap, most már 6 óra lesz, 5 perc múlva mindjárt hazaérünk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!